Felkérem Jászai professzor urat, hogy kis megemlékezését szíveskedjék megtartani. A szobor azok számára, akik ismerték Heller professzort, nyilvánvalóan mutatja, hogy ez egy jó szobor, és én is szeretném a művészuraknak megköszönni a munkájukat. Azok számára, akik nem ismerték, és főleg a fiatalok számára, üzenet az, amit az a szobor reprezentál. Nevezetesen Heller azt üzeni a fiatalságnak: szerezzetek biztos tudást, bízva a tudásatokban gondolkodjatok szabadon és bátran. Merjetek kiállni az elgondolásaitokért, és harcoljatok a sikerért. Ne alkalmazkodjatok, ne ügyeskedjetek, dolgozzatok és harcoljatok. A sikeren kívül semmi nem tekinthető sikernek. Érzbe öntve áll itt Heller professzor szobra, de meg kell mondjam, hogy az érznél maradandóbb kőben, a Budafoki út 4-es számú kapunál, ott a neve a 1956-os forradalmi bizottság tagjaként. Heller László a 20. század nagy magyar kalorikus mérnöke volt. Ő hívta ezt a szakmát kalorikus szakmának, és ez így is van. Akkor, amikor a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként, tudósként szólították meg, azt válaszolta: én kérem, egy invenciózus mérnök vagyok. És valóban az volt. A professzori munka és a professzori cím más volt számára. Amikor 1951-ben kinevezték tanszékvezető egyetemi tanárnak, főmérnöke volt egy jól menő energetikai tervező irodának, ami azóta még sokkal jobban megy. Mindenki természetesnek vette, hogy majd másodállásban végzi a sokkal szerényebb fizetéssel járó professzori munkát. Ő azonban azt mondta: professzornak lenni a Budapesti Műszaki Egyetem akkora megtiszteltetés, hogy ezt nem lehet másodállásban csinálni. Egyébként egy érdekes hinta-palinta van a Budapesti Műszaki Egyetem és a Zürichi Eidgenössische Technische Hochschule között, nevezetesen itt tanult Stodola Aurél, aki a Zürichi Egyetemen lett a gőzturbinák és gázturbinák professzora, neki még tanítványa volt Heller, és Hellernek egy tanítványa, nevezetesen Gyarmati György professzor, aki itt szerzett diplomát, Zürichben lett professzor. Most várunk egy olyan professzort, hogy a Zürichben végezést tud folytatni a munkáját. Tanszékvezető professzori kinevezésekor már jelentős szakmai eredmények voltak Heller háta mögött. Ebből kiemelkedik az Ajkai tinföldgyár és alumínium kohó elvételes kondenzációs erőműve, ami nagy nyomással, kényszer átáramlású kazánnal és a legkorszerűbb technikával épült. Heller tervezte és Heller helyezte üzembe ezt az erőművet. De Ajka ügyében többet is tett. Amikor a szovjet hadsereg áthaladt Magyarországon, a harcoló csapatokat néhány nappal követve kandidát Technicheski Nauk minősítésű úriemberek, akik megnézték, hogy ez az erőmű hogy is van, mint is van. Majd földkerült az ajkai erőmű a jóváltételi listára, nevezetesen, hogy leszerelik, és a Szovjetunióban valahol fölépítik, ahol erre szükség van. Heller részt vett a jóváltételi tárgyalásokon, mint az Egyesült Izónak, az erőmű tulajdonosának a képviselője, és egy bizonyos fázisában a vitának azt mondta, hogy kérem, én a mérnöki diplomámmal felelek azért, hogyha ezt itt most szétszedik, ebből soha többet sehol nem lesz erőmű. Felajánljuk azt, hogy egy ugyanilyet építünk ott, ahol kérik. A delegáció vezetője, a szovjet tábornok azt mondta, hogy mit beszél ott a fiatalember az asztal végén. Lefordították neki, elgondolkozott rajta, és 24 óra után jött a válasza, hogy igen, elfogadjuk ezt az ajánlást. Ajka még 30 évig ment, és kitűnően szolgálta magyar energetikát. Heller egyébként az oktatói munkáját 1949-ben kezdte, mint annak idején gőzgépek és hűtőgépek tanszék professzora, Komondi professzor által meghívott előadó. Tematikája és tárgyalásmódja új korszakot nyitott a kalorikus energetika oktatásában. Az ellennyomású villamosenergia termelés, amit most szép szavakkal kapcsolt hő- és villamosenergiának nevezünk, az egyik alaptétele volt a hőszivattyú technika, és általában az energiatermelés hatások növelése súlyponti téma volt.
mindezt az entrópia szemléletre alapozta. Meg kell mondjam, hogy annak akkor még energiagazdálkodás című tárnak, amit később hőenergetikának kereszteltünk át, azzal kezdődött, hogy egy vízgőz TS diagramot szerkesztett, mert a vízgőz, egyáltalán a TS diagram nem volt egy kedvelt téma és egy használt eszköz. Nyilvánvaló dolog, hogy ezzel jelentősen előrevitte az energetikai szemléletet, és azt tanította, hogy ne azon siránkozunk, hogy a második főtétel értelmében a termikus energia nem alakítható maradéktalan munkává, hanem amit a Carnot hatások meghagy, azon belül csináljuk jól a dolgunkat, és ehhez az entrópia segítség. Néhány év múltán éppen a korszerű tárgyalás volt elismeréseként a kar vezetése a műszaki hőtan oktatását is Heller professzorra bízta. A termodinamikát a hőenergetikában már bevezetett entrópia szemlélet uralta, a hőközléstanban pedig a hasonlóság elmélet és annak a dimenzió nélküli számai vették át a főszerepet. Heller, mint pedagógus is rendkívüli teljesítményt nyújtott. Előadásain tömve voltak a tantermek, a hangulat közvetlen, ma azt mondanánk, hogy interaktív volt. Minden évfolyamból 15-20 hallgatót nevén tudott szólítani a tanterembe, főleg, hogyha odaült, ahová rendesen szokott ülni, mert azért ez hozzátartozott a dologhoz. De tény az, hogy azt a benyomást tudta kelteni, hogy ő ismeri az egész évfolyamot. És rákérdezett, hogy ide figyeljen, kedves Kovács, és maga most mit szól ahhoz, amit én az előbbiekben mondtam, és vita volt. Minden előadására gondosan készült. A napi főmérnöki teendők mellett este 10-től 12-ig egyig készült a másnap 10 órakor kezdődő órára. Nem túl gyakori külföldi útjaitól eltekintve előadást nem mulasztott. Az előadás egy szentség, aminél semmi sem lehet fontosabb, mondta. Semmiféle meghívásnak nem tett eleget, hogyha az ütközött az előadása. Kézzelírott előadási jegyzeteit ma is itt őrizik a tanszéken. Egy igényes ember volt magatartásában, szóhasználatában, megjelenésében. Egyszerűen nem tudom megmagyarázni, de valahol ellen megjelent, akkor ott valaki megjelent. Egyszerűen ez a személyes varázsa volt. A szóhasználata rendkívül választékos volt. Akkor, amikor a magyar ember, hogyha valami bajjal vagy disznósággal találkozik, akkor hát erős szavakat használ. Hellernél a legnagyobb gorombaság az volt, hogy azt mondta, hogy csodálkozom, X úr, hogy ez így történt. De ugyanakkor azt mindenki tudta, hogy ez végül is mit jelent. Rendkívül jó hiszemű volt és barátságos. Itt most megint idézni fogom, hogy ha valaki csinált valami olyasmit, ami neki kellemetlenséget okozott, akkor azt mondta, hogy az illetőben nincs rossz indulat, csak beleszületett természetes hülyesége következtében csinálta azt, amit csinált. Ugyanakkor, miközben ez a személyes varázsa, amikor se a nagyképviselő, se a professzkedések a leghalványabb jelét se adta. Olyan ember volt, akit szerettek és tiszteltek az emberek. Szakmai vitái voltak, ezek mindig tiszta, nyílt szakmai viták voltak, de nem voltak ellenségei. És ő se volt senkinek se az ellensége. Hihetetlen áttekintése volt a legbonyolultabb dolgokról. Elébe tettek egy 200 oldalas tanulmányt, átlapozgatta, és egy fél óra múlva azt mondta, hogy hát azért, ha a 28. oldalon lévő megállapítást meg a 92. oldalon lévő megállapítást összevetem, akkor itt valami nem stimmel. Nézzetek már utána. Feltalálói hitvallása az volt, hogy két dolog kell egy találmányhoz. Szerencse ahhoz, hogy találkozzunk egyáltalán egy megoldásra való súlyos problémával, és utána legyen kellő felkészültségünk és bátorságunk és kitartásunk ahhoz, hogy a dolgot meg is lehessen oldani. A másik feltaláló tapasztalata az volt, hogy egy igazán nagy találmánynak három fázisa van. Először kiröhögik, utána harcolnak ellene, és végül azt mondják, hogy hát világos, ezt így kell csinálni, hát ezt már mindenki tudja. Hát ez az, amit én úgy gondoltam, hogy ebben a kis időben el tudok, és el kell, hogy mondjak Heller professzorról, és azt még, hogy én magam is megköszönöm, és aztán valamennyiünk nevében megköszönjük az EGI-nek azt, hogy ennek a szobornak a felállítását lehetővé tette, és végül is ez is Hellernek az érdeme, hogy egy olyan céget hozott létre, amelyik most
különösebb gond nélkül azt a pár milliót kibírja, amit itt erre rá kellett költeni. Nagyon szépen köszönöm.